Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Még mindig várják a jelentkezőket, egyre több az önkéntes szexárdon. Gazdasági visszaesés, egyre súlyosabban érinti Tolna megyét a vírus miatt kibontakozó válság. Szájmaszkokat kapnak, Pakson az önkormányzat biztosít a helyieknek védőeszközt. Adományosztás, ezzel rászoruló családon segít a szexárdi önkormányzat. Sikeres a szexádi önkéntes program, már 30 emberrel szerződést kötött a helyi humánszolgáltató központ, de továbbra is várják azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rászorulóknak, akár a bevásárlásban, akár a melegétel kihordásában. Köszönöm szépen, nagyon ügyesen vásárolt. Egyeztettek a további feladatokról a szexádi humánszolgáltató központ önkéntesei, miután átadták a bevásárolt termékeket a segítségüket kérő idősnek. Kun Péter 22 éves frissen végzett mérnök azt mondja, nagyon szereti ezt csinálni, és amikor meglátta a szexádi humánszolgáltató központ felhívását, azonnal jelentkezett önkéntesnek. Fontosnak tartom, hogy az ilyen nehéz helyzetben mi fiatalok támogassuk és segítsük az időseket. A szintén frissen végzett HRS Nagy Kristóf Balázs azt mondja, ő azért jelentkezett a programra, mert szerette volna hasznosan eltölteni a felszabadult idejét, miközben másoknak segít. Jó a hangulat is nagyon, és hát természetesen én sem egyedül jelentkeztem, hanem tudjuk ismerősökkel, barátokkal ezt az egészet végezni, úgyhogy nekünk is egy jó közösségi program. Ahogy kapjuk a call centertől a megkereséseket, plusz még, hogy ki tud jönni kerékpárral, gépkocsival, mert ugye a hegyre nem küldhetem fel, gyalog őket, hát ezeket kell beosztani. És ez így úgy néz ki, hogy működik. A szexádi humánszolgáltató központ irodájában zajlott az önkéntesek eligazítása. A döntően fiatalokból álló csapat jókedvűen beszélte át a másnapi feladatokat, majd jó ízűen fogyasztották el az egyik gyorsétteremlánc által felajánlott menüt. A cég hetente egyszer ad az önkénteseknek ebédet, a vállalat így szeretné megköszönni a másokért végzett munkájukat. Átsezső szexárd polgármestere azt mondja, a város is nagyon hálás az önkénteseknek. Tárgyalnak arról, hogy ingyen buszbérlettel és üzemanyag támogatással segítsék a munkájukat. Nagyon nagyszerű munka, amit végeznek, csak pozitív visszajelzéseket kapunk tőlük. Vannak furcsa kérések, vizet kéne hozani, fát kéne vágni, vagy éppen mondjuk felásni a kertet, hát azért ezeket nem tudják ők vállalni, a bevásárlásban, csekkek befizetésében, gyógyszerkiváltásban, ilyesmivel tudnak segíteni. Közel 40-en jelentkeztek a programra, a központ 31 fővel már szerződést is kötött, mondja Toláciné Varga Zsuzsanna, a humánszolgáltató központ vezetője. Nagyon-nagyon lelkesek, és nagy örömmel jönnek, és keresik folyamatosan a munkát, és hát ahogy látjuk, hogy ilyen nagyon változó az igények beérkezése, úgyhogy vannak napok, amikor éppenséggel 31-nehány bejelentés érkezik, és akkor azt kezeljük, de volt olyan nap, amikor 7 vagy éppenséggel 8, úgyhogy egyelőre még ilyen nagyon periódikus a munkavégzés. Továbbra is várják azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a rászorulóknak, akár bevásárlásban, akár a melegétel kihordásában. Az önkéntes kukac szexárd.hu e-mail címen tehetik meg az ehhez szükséges jelentkezéseket. Egyre súlyosabban érinti Tolna megyét is a koronavírus miatt fellépő gazdasági visszaesés, ezt mondja a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Fischer Sándor szerint a kormánynak további intézkedéseket kellene hoznia, például bértámogatásra lenne szükség, de növelni kellene az állami megrendelések számát is. Már több mint két hete gyűjti a cégek javaslatait és tapasztalatait a koronavírus okozta gazdasági visszaeséssel kapcsolatban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet honlapján néhány perc alatt kitölthető az online kérdőív, a beérkező válaszokat pedig folyamatosan értékelik a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál is. A legnagyobb bajba a vendéglátás és a turizmus került, de a gyárak is kevesebbet termelnek. Nagyon sok javaslat érkezett, elsősorban bértámogatás, hitelek, de legfontosabb visszanemtérítendő hitelek,
a kormány részéről. A kamara elnöke szerint a cégeknek most nem csak az okoz gondot, hogy csökken a bevételük, hanem hogy ennek ellenére is mindent meg kell tenniük, hogy megtartsák a jó szakembereiket. Fischer Sándor azt mondja, a kormány eddigi mentőcsomagja mellett további intézkedésekre lenne szükség, például bértámogatásokra és állami építőipari megrendelésekre. Összességében a jelenlegi számításaim szerint a körülbelül olyan 2000 milliárdtól 4000 milliárdig tartó összeg szükséges volna ahhoz, hogy a gazdaság helyre tudjon állítódni a válság után. A kamara elnöke abban bízik, hogy a világjárvány megszűnése után a gazdaság kifejezetten gyors tempóban állhat vissza a válság előtti szintjére. Szájmaszkot kap minden egyes paksi lakos a helyi önkormányzattól. A maszkok moshatók és több ezer darab kiosztását már meg is kezdték. Sorakoznak a borítékok a paksi önkormányzat önkéntes kézbesítőjének a kezében, mindegyikbe szájmaszkok kerültek, ezeket már el is kezdték kiosztani a városban. Sárosi Mária postaládájába is került a küldeményből, a borítékban összesen 5 maszk volt. Mi ennek nagyon örülünk, mert nincs a családban, én nem készítettem és nem is vásároltunk maszkot. Úgyhogy most ezután ezt fogjuk használni. Összesen 20 ezer darab maszkot rendelt a paksi önkormányzat. A helyiek szerint ezek komoly biztonságérzetet adnak nekik. Közösségbe megyünk, vagy vásárolni, tehát bárhova lakáson kívül megyünk, akkor ezt érdemes föltenni. Az első 5000 darab maszk néhány napja érkezett meg Paksra, a csomagolást és a szállítást önkéntesek segítségével végzik, mondta Szabó Péter polgármester. Nagyon sok önkéntes jelentkezett abból a célból, hogy ezeket a maszkokat, betartva természetesen a higiéniai viszonyokat, feltételeket becsomagoljuk. A népesség nyilvántartási adatokból tudjuk, hogy melyik háztartásban hányan élnek, így egy borítékban annyi maszk kerül, ahányan az adott háztartásban élnek. A maszkok folyamatosan érkeznek majd, várhatóan a jövő hét közepére minden háztartásba eljuttatják a csomagokat az önkéntesek. 1000 élelmiszercsomagot oszt ki rászoruló családoknak a szekszádi önkormányzat mintegy 10 millió forint értékben. A tartós élelmiszert, vegyi árut, fertőtlenítőszert is tartalmazó csomagokat döntően olyan családokhoz, rászoruló emberekhez juttatják el, akikkel régóta kapcsolatban áll a szociális ellátórendszer, de 300 krízis helyzetben lévő szekszádinak is jut az adományból. Száraz tészta, több kilogramm liszt és fertőtlenítőszer is került azokba a csomagokba, amiket a szekszárdi önkormányzat az egyik helyi áruházzal összefogva nehéz helyzetben levő embereknek oszt ki. 700 olyan család kapott ebből az adományból, akikkel régóta kapcsolatban állnak a Humánszolgáltató Központ munkatársai, és további 300 csomagot juttatnak, el olyan családokhoz, akik most kerültek nehéz helyzetbe. Ehhez a szociális rendeletet is módosítani kellett, mondta Ács Rezső szekszárd polgármestere. Ahhoz, hogy ennek a feltételeit megteremtsük költségvetési és jogszabályi oldalról is, az módosítani kellett szekszárdon a szociális rendeletet. Ilyen esetben most ugye vészhelyzet esetben a polgármester egyszerűen dönt erről a kérdésről. Ezt a döntést meghoztam, ezzel teremtettem meg a lehetőséget annak, hogy ezt a támogatást a szekszárdiak számára, rászólók számára biztosítsuk. Az 1000 csomag összeállításán 20 munkavállaló dolgozott, a csomagokat folyamatosan szállítják ki a rászoruló családokhoz. Próbáltunk alapvető élmiszert beletenni, tiszták oldószereket, olyat, ami a napi használatban hasznos lehet az embereknek. Került bele húsvéti sonka is, ami pozitív visszajelzést kaptunk is róla, hogy nagyon örültek a sonkának. A polgármester kijelentette, ha szükség lesz rá, további adományokat oszt ki az önkormányzat a nehéz élethelyzetbe kerülő embereknek, akik a szeköv@szekszárd.hu e-mail címmel jelezhetik az önkormányzat szociális bizottsága felé, hogy igényt tartanak a segítségre, akár segélyezésről, akár lakhatásról, vagy éppen a mindennapi túlélésről van szó. Rengetegen szorultak a négy fal közé a koronavírus járvány miatt, ezért pedig a bevásárlást is sok esetben csak nehezen tudják megoldani. A rászoruló időseknek a szekszádi Humánszolgáltató Központ önkéntesei segítenek, ám mások is igényelnék ezt a segítséget. Nekik nyújt megoldást az egyik üzletlánc, ami a város területén ingyen házhoz szállítja a telefonon leadott rendelést. Az ötletgazda azt mondja, egyértelmű volt, hogy segítenek. Élesztő nem volt, jó?
Átveszi az idős asszony a bevásárolt termékeket a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ önkéntesétől. Az egyedül élő, egyébként egészséges 79 éves asszony családtagjai nem tudnak neki segíteni, ezért kért segítséget a központtól. A koronavírus járvány idején ugyanis nem mozdulhat ki a négy fal közül, nehogy elkapja a betegséget. A központ önkéntesei hetente kétszer vásárolnak be Taksonyi Istvánnénak, és még több száz más idős embernek. Ám a bevásárlás nem csak az idős embereknek okoz gondot, hanem azoknak, akik szintén nem tudnak kimozdulni a négy fal közül, így például a pici gyermeket nevelők. Rajtuk kíván segíteni egy szekszárdi éjjel-nappal nyitva levő bolt. Az üzlet ugyanis úgy döntött, hogy Szekszárdon házhoz szállítja az élelmiszert azoknak, akik ezt kérik. A rendelést telefonon veszik fel. Hát úgy gondoltam, hogy most szükség van arra, hogy segítsünk, mi ebben tudunk segíteni, az időseken, az egyedül élőken. A rendelés minden hétköznap reggel 8 és 12 óra között adható le telefonon. Az igényelt termékeket 12 óra és délután 4 óra között viszik házhoz ingyen. Elsősorban bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni a számlát. A koronavírus nem csak az élversenyzők felkészülését nehezíti meg, de a szabadidős sportokat, űzőket is újszerű megoldásokra készteti. Szekszárdon egy személyi edző például online tart ingyenes órákat, de ugyanígy tesz egy tánctanár is. Fülmagasságig engedjük le. 3, 4, annál lejjebb nem, mert akkor pihen a kéz. Élő közvetítésben tart edzéseket Kertai Krisztina szekszárdi otthonából. A veszélyhelyzet idejére létrehozott Facebookos csoportjában hetente több alkalommal szervez ingyen edzést felnőtteknek. A koronavírus miatt országszerte bezártak az edzőtermek. Az otthoni mozgás viszont elengedhetetlen egészségünk fenntartásában és megőrzésében, mondta Kertai Krisztina. Nem szerettem volna az edzetémnek a kezét elengedni ebben a nehéz időszakban, és fontosnak tartom, hogy a már meglévő kondíciójukat fent tudjuk tartani, és ne veszítsék el a motivációjukat, maradjanak aktívak, ez csak egy átmeneti állapot. Tableten keresztül tartja a kapcsolatot sportolóival, és otthon tükör előtt tanítja a különböző modern táncok alaplépéseit Hacsa Mónika. A konditermek mellett a legtöbb sportegyesület is felfüggesztette edzéseit a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel. Így a különböző ágakat képviselő sportolók edzői ugyancsak a közösségi oldalakon keresztül tartanak gyakorlatokat. Ilyen a szekszárdi Iberikán Tánzsport Egyesület is. A legnagyobb csoportnak house táncot oktató Hacsa Mónika otthonából közvetíti az online edzést. Most van idő alapjaiban részletesen elsajátítani egy-egy táncot, mondta a Tánzsport Egyesület elnöke. Online edzés, hogy nagyon könnyen lehet így fejleszteni, és a gyerekek most gyakorlatilag ugye otthon egyedül vannak, az olyan, mintha most személy szerint foglalkoznál valakivel, és ugye nem vonják el egymás figyelmét sem a teremben, és ez most nagyon alkalmas arra, hogy a táncot jobban elmélyítsük, mindenféle stílus, technikákat, tánc elméletet például, most azt is tervezem, hogy jövő héttől tánc elméleti anyagokat fogok nekik adni. A tánc endorfint, vagyis köznyelvi nevén boldogsághormon termel, és a jobb agyféltekét is megmozgatja. Így hasznos a diákok otthoni oktatása mellett táncolniuk is. A lakásban pedig könnyen elvégezhető edzéseket ajánlanak a személyi edzők is. Sporteszközként használható egy szék, vagy például egy asztal, egy-egy vizes palack pedig helyettesíti a súlyzókat. Az edzők felhívták a figyelmet, hogy a rendszeres sport nem csak az izmokat erősíti, hanem az immunrendszerre is jótékony hatással van. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Baranya a negyedik legfertőzöttebb megye, Pécsett újabb védekezési intézkedéseket terveznek. Siófoki karantén, civilek és politikusok készítenek ételt a rászorulóknak. Nem jönnek a turisták, munkanélkül maradtak a pécsi idegenvezetők. Baranyában jelenleg 19 igazoltan koronavírussal fertőzött személyt tartanak nyilván, a megye az országban a negyedik legfertőzöttebb terület. Pécsett hamarosan minden háztartásba eljuttatnak szájmaszkokat, és az utcákat, köztereket is fertőtlenítik majd. A pécsiek szerint megfelelő a járvány elleni védekezés. Magyarországon 525 igazoltan új koronavírussal fertőzött személyt tartanak nyilván, közülük 19-en Baranyában élnek, derül ki a kormány tájékoztató weboldalára felkerült április 1-i adatokból. Így a megye a negyedik legfertőzöttebb terület. Mint az országos sajtótájékoztatón is elhangzott, hiteles információt az operatív törzs szolgáltathat. Pécs polgármestere e-mailben intézett kérdéseket a szakembereknek. Péterfi Attila közösségi média oldalán második alkalommal tartott városinfót tájékoztatott.
tájékoztató bejelentést, ahol a kapott választ is ismertette a nézőkkel. Miniszter úr megbízásából tájékoztatom, hogy az operatív törzs munkatársai jelenleg is dolgoznak a koronavírussal fertőzött betegek létszám adatainak területi bontásán és egy országos térképen való elhelyezésén. Az informatikai fejlesztést követően az adatokat a koronavírus.gov.hu oldalon letölthető módon megjelenítjük, így lehetőség nyílik az adatok nyomon követésére. A polgármester korábban 150 ezer szájmaszkot rendelt, ezek gyártását a napokban személyesen is ellenőrizte. Mint a városvezető elmondta, hamarosan minden pécsi háztartásba kerül két-két darab ilyen védőfelszerelés, melyet a postaládákban találhatnak meg a lakosok egy lezárt borítékban. Ebben lesz egy polgármesteri tájékoztató levél, lesz egy maszk viselési, maszk tisztítási útmutató, és lesz egy külön leírás a papi programról szólóan, pontosan azért, hogy akihez még adott esetben más csatornákon nem tudtunk eljutni, őket így a borítékot készhez véve is tájékoztatni tudjuk az intézkedéseinkről. Az intézkedés célja, hogy azoknak, akiknek valóban ki kell menniük az utcára, akár munka, bevásárlás vagy orvosi ellátás miatt mindenképpen legyen maszkjuk, tette hozzá a városvezető. A pécsiek szerint megfelelőek a koronavírus elleni védekezési módszerek, csak az emberektől függ, mennyire hatásosak. Hát ugye ez moralitástól függ, hogy ki mennyire veszi komolyan. Ha valaki komolyan veszi, akkor nincs gond. Aki nem veszi komolyan, hát... mit lehet tenni? Az emberek ahányan vannak, annyi félék. Szerintem, amit a kormány intézkedett, az megfelelő. Az emberek hozzáállása az már más kérdés. Ugye körülnézünk, azért elég sokan járják a várost. Én is most munkából jövök, én azért vagyok itt az utcán, de összességében szerintem megfelelő. Én nem vagyok fertőzött, negatív lett a tesztem, mindenem. Sok orvos van, aki be van öltözve a maszkba, fertőző száj. Begyógyászott száll, de minden ellátást megtesznek az orvosok. A Pécset elrendelt megelőzési intézkedések mellett péntektől, azaz április 3-ától megkezdik a közterületek, utcák, buszmegállók fertőtlenítését. A munkálatok a keleti városrészben indulnak majd, 16 és 23 óra között dolgoznak a sétányokon. Teljes kapacitással működik Siófokon az a szálloda, amelynek vezetése külföldről hazatérő magyaroknak ajánlotta fel a karantén lehetőségét. Ők másképp nem tudták megoldani az elszigetelődést itthon maradt rokonaiktól. A szálloda vezetése napi háromszori étkezést is biztosít az ott lakóknak. Palacsintát, vadpörköltet is készítettek már a siófoki szállodában önkéntes karanténban lévő külföldről hazatért magyaroknak, civilek és a város fideszes képviselői. A hétvégén 80 adag vaddisznópörkölt készült, amelyet az 57 karanténban lévő és a szálloda személyzete között osztottak szét. A legjobb kiszolgálás minden, reggeli, ebéd, vacsora. Mondják az önkéntes karantén lakói, akik idejük nagy részét a szálloda Balaton felőli oldalának erkélyén töltik. Mint mondják, a hotel vezetése és a városlakók nagyon sokat segítenek nekik mindenben. Szomszéd éttermek, vállalkozók, képviselők egy-egy alkalommal, mondom még egyszer, egy kis felüdülésként egy-egy étkezéssel ellátják a lakóinkat, mindazonáltal 50 ember, 57 ember, ugye most meg már második körben, az már majdnem 100 embernél fogunk tartani. Folyamatos étkeztetését nem lehet alkalomszerű akciókkal fenntartani vagy biztosítani, úgyhogy mi a másik szállodából, a Célpláza Hotelből ott működtetjük a konyhát, és onnan napi háromszor étkezést biztosítunk a lakóink részére. Az elsőként érkezett karantént vállalók már elhagyták a szállodát, de az igény továbbra is nagyon nagy, hiszen a megüresedett szobákra már is vannak jelentkezők. Nehéz helyzetbe kerültek az idegenvezetők a koronavírus járvány miatt, munkanélkül maradtak, hiszen most indult volna be a tavaszi szezon, és sokuknak ez az egyetlen bevételi forrása. Az idegenvezetők jelenleg a túlélésre koncentrálnak, folyamatos tanulással, önképzéssel, aki teheti, online nyelvtanítást vállal. Üresek az utcák, a terek, nem találkozunk turistákkal, iskolai csoportokkal. A koronavírus járvány miatt kialakult új helyzet rendkívül érzékenyen érinti az idegenvezetőket. Ezt a fajta munkát nem lehet otthonról végezni, és sokuknak ez a fő tevékenysége. Pécs egyébként többször bekerült már a hazai top 10-be, azaz a legnépszerűbb turisztikai célpontok közé. Maximálisan érinti a munkánkat ez a helyzet,
hiszen most kezdődött volna a szezon, most kezdődött volna számunkra a munka, amire 5 hónapig vártunk. Pécsen általában a tavasz és az ősz a főszezon, nyáron kevesebb vendég érkezik, hiszen ez nem fürdőváros, és most kezdődött volna a tavaszi szezonunk, és mire ez a járvány, nem tudjuk mikor cseng le, de ha esetleg vége lenne nyáron vagy akár ősszel, a turizmus akkor se biztos, hogy rögtön be fog indulni, hiszen az embereknek nem az lesz az első, hogy utazzanak. Az idegenvezetők folyamatosan képzik magukat, szívvel, lélekkel végzik munkájukat, hiszen ők az egész személyiségükkel dolgoznak. Mónika, aki több mint 20 éve van a szakmában, elmondta, hogy családi összefogással és online nyelvórák vállalásával tudja ezt a szezont átvészelni. Számítunk támogatásra helyi, illetve országos szinten. Nagyon, nagyon nagy szükségünk lenne rá, hiszen amíg ránk volt szükség, addig mi is ott voltunk. A mi munkánk nem 8-tól 4-ig szólt, hanem reggeltől estig, késő estig, ünnepnapokon, hétvégeken is dolgoztunk, hogy a vendégeket kiszolgáljuk és a város hírnevét öregbítsük. Reinerné udvari Mónika elmondta azt is, hogy jelenleg a túlélésre koncentrálnak, folyamatos tanulással, önképzéssel. Véleménye szerint szükség lenne egy célzott marketingre, hogyha újra beindul a belföldi turizmus, Pécs újra kedvelt célpontja legyen a turistáknak. Sorban mondták le foglalásaikat a vendégek, így a legtöbb szálloda határozatlan időre bezárt a koronavírus járvány miatt a Balatonnál, sok étterem is ezt az utat választotta. Mi rögtön már itt február utolsó napjában, március első napjában éreztük ezt, hogy valami negatív dolog jön, ahogy jöttek a hírek már Olaszországból, illetve a környező országokból, hogy megjelent a vírus, ez rögtön az emberek hangulatára már ráhatott, és azután a napokon belül lehetett érezni a forgalmon is. Pedig nagyon jól indult 2020, mondta Csapodi Balázs. Úgy tűnt, hogy a tavalyi minden eddiginél jobb évet is túlszárnyalhatja az idei. Azonban érkezett a koronavírus járvány. Ennek nagyon-nagyon drasztikus dolgai voltak, hogy szállodák és éttermek azonnal be kellettek, hogy zárjanak. Mi még egy darabig kitartottunk addig, ameddig mondjuk 3 óráig lehetett nyitva tartani, de a mostani intézkedések hatására mi is úgy döntöttünk, hogy bezárunk. Fontosabb az, hogy tényleg mindenki otthon maradjon, a dolgozóink egészsége. Ugyan csökkentett bérel, de megtartják a munkatársaikat. Mi nekünk 35 dolgozónk van, megtartottuk az összes dolgozónkat, tehát mi senkit nem bocsátottunk el. Mi nagyon bízunk benne, hogy azért egy pár hónap és utána rendeződik ehhez a helyzet, és ugyanazzal a csapattal tudunk akkor majd nekiállni a munkának. Ehhez azonban összefogás szükséges, mondta Csapodi Balázs, aki szerint lassú lesz az ágazat felépülése. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben a kormányzat első intézkedései a turizmus vendéglátás számára nyújtottak mentővet. Ennek értelmében június 30-áig a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét teljes egészében elengedték, a munkavállalók járulékát pedig jelentősen csökkentették. Nem kell nyugdíjjárulékot fizetniük, valamint az egészségbiztosítás díja a törvényi minimumra csökkent. Nagyon nagy segítség volt már az első bejelentés, ez, hogy elengedték a hiteltörlesztéseket, a járulékfizetéseket, de ahhoz, hogy talpon tudjon maradni az ágazatunk, egészen biztos, hogy még nagyon nagy segítségre lesz szükség. A koronavírus járvány a turizmusban és vendéglátásban 400 ezer ember munkáját érinti hazánkban. Végül mutatjuk újra a Tolna megye legfontosabb híreit. Még mindig várják a jelentkezőket, egyre több az önkéntes Szekszárdon. Gazdasági visszaesés egyre súlyosabban érinti Tolna megyét a vírus miatt kibontakozó válság. Szájmaszkokat kapnak, Pakson az önkormányzat biztosít a helyieknek védőeszköz. Adományosztás, ezzel rászoruló családon segít a szekszárdi önkormányzat. Pénteken mérsékelt hidegfront alakítja az időjárást, de ez érezhető lehűlést nem okoz. A napsütés délután mérsékelt felhősödés zavarhatja meg, és átmenetileg élénkülő szél támadhat. Csapadék nem várható. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Már köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!